I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Orva vagyok, és most itt vagyunk a Rétőedben, és be fognak mutatni ezt a kocsit, ami a Anis Elegy Retro Custom névre hallgat. Nézzük is a tuningot, vagy legalábbis arra fog, mert ugye át fogjuk módosítani. Hát most 587.600 dollárba kerül, de az eredeti ára az ilyen 900 valamennyi ezer. Hát tényleg az 1 millióhoz van közel. De most ugye akciós hét van. Na nézzük is az első lökállítókat. Hát vannak érdekes verziók, az egyszer biztos. Hát szerintem itt a legértelmesebb az alap. Vagy ez a másik. Hát szerintem adjuk az alapot. Hát hátulra. Szerintem hátulra sem rakunk semmit. Tehát ez felesleges, mert csúnyán néz ki ez a diffúzor. Na akkor ez mi? Ha ez a lámpát lehet eltakargatni. Hát ezt sem rakjuk rá. Akkor ez a oldalán ilyen, hát lényegében az eső ellen véd a valóságban, ugye, hogy ne csapjon be úgy. De ez is felesleges. Aha, ez meg a szélesítés. Na ebben viszont rakunk már rá. Itt mi változik annyira? Aha, ide előre rak valami cuccos. Pontosabban levesz a másodiknál. Na ez még egész jó. Na akkor motor, blokk. Hát ezt csak átszínezzük sárgára. Akkor ezt a másik cuccost is sárgára. Vagy nem sárgára, hanem legyen olyan, ami majd a kocsi színe lesz. Na hát nézzük. Ez legyen ez a... Még így hátulra is elmegy egy picit. És akkor a motor. Na jöhet a kipufogó. Na itt van választás, szép. Nem? Van még dupla is. Még az alap is dupla eleve. Hát szerintem én csak egy is fogok rárakni. De viszont abban ezt a nagyobbat. Akkor ez a hűtőre, és ez a nagyobb. Hát ezt csak átrakjuk secondary-ra. Na motorháztető. Na itt is, itt van most jó sokféle választék. Ezek már csak ugyanazok, csak karbonba. Hát a legnormálisabb ez vagy a másik, ez a kettő. Legyen ez. Na akkor a belső design. Lehet rárakni az elején ilyen kis matricát. Egyébként csak annyi változik belül, semmi más. Na ez mit színez? A belsejét. Hát a belső az, nem is tudom milyen legyen. Én most sem tudom milyen lesz a külseje mondjuk. Hát belőle legyen szerintem. Sárga lesz. Na ez meg a műszerfalat is csinálja már. Hát nem a műszerfalat, hanem inkább a belsejét. Ilyen súlycsökkentés inkább. Legyen ez. Na, akkor rakjunk rá ilyen cuccost is. Na, ezt csinálja jobban már a műszerfalat is. Hát legyen ez. De nézzük meg a többi variációt is. Hát ennyiképpen csak ugyanazok, csak egy pici eltéréssel. Melyet az ajtó? Az ajtónál nem is tudom, hogy melyik legyen. Legyen ez olyan színű lesz, mint amilyen az autó. Akkor az ülés.
volt az elég csúnya szerintem ez a vékony ülés. Szerintem ez is olyan lesz az ülés benne, mint amilyen az autó színe. Na, legyen ez a fajta is. Zöld lesz az öv. Na kormány! A kormányomban vannak egész jók. Legyen ez. Ezt tetszett a legjobban. Akkor ez a műszerfalnak a... vagy a kilométer per óra jelzőnek a színezése. Valami olyan színkel, ami jól látszik a cucc. A pirosan jól látszódik. És akkor bukókeret. Van ilyen sok rácsos is. Legyen ez az utolsó, ami fullosan. Akkor lámpa. Neon. Te neon. Ez legyen most zöld. Na és akkor library. Hát vannak rá csíkok. Abból fehér és fekete. Hát akkor van ez rá, ez egy picit a halálos iramban egyben látható, hiszen Skylára hasonlít, ugye az a citromsárga, nem tudom, emlékeztek erre, arra hasonlít egy picit ez a festés. Hát ez meg ugye a kettőben, ami volt Skyline. Hát ebben már ilyen ocsmányabb festések. Jó, mondjuk van ezek között is szép, mert ez a fekete azért nem annyira rossz. De szerintem erre ezt rakjuk rá. És akkor így az autó színe is nyilvánvalóan szürke lesz. Ah, és lehet rakni az elejére a rendszámtáblát, vagy le lehet venni róla. Adjuk rá, nem kell az elejére. Megy lehet a szín? Nagyon szürke legyen az egy pipiata is. Majd erős szürke nem volt a kettőben. Legyen egy sima szürke. Vagy ez is. Na jó, hát még jól néz ki. Csak majd a belsejét is át kéne színezni. De azt nem tudom, hogy át lehet-e. Kérdés, hogy erre szükségünk van-e? Ezt szerintem elég elcsúnyítja az autót. Az nem kell rá. Akkor a küszöb. Na spoiler! Hát van két ilyen kisebb, és egy több kisebb van. Jézusom, az hogy néz ki? Ez elég ocsmány. Na ez már tűrhető. Na itt vannak lentebb normálisabb szárnyak is. Úristen! Mi ez a szárny? Egyébként az alapszárnya rajtam még egy. Hát ezek ilyen versenyre való inkább ez a szárny. Ott szoktak ilyeneket használni. Hát rárakunk egy ilyen egyszerűbbet. Akkor leültetjük, váltó, turbo, na és kap egy felnit a Verda. Na ez jó is. És legyen fehér. És a gumifüst az meg legyen. Legyen kék. És akkor meg az ablak színe. És én gyors megnézem azt a belsőt, hogy lehet-e módosítani. Na, le lehet venni róla, király. De az ülést azt nem lehet. Ja, mert erre sárgára színeztem a belsőjét, tényleg. Hát ez volt itt a gond akkor. Tényleg azért olyan.
Jó, most már leesett. Legyen fekete a belseje. Na hát akkor megyünk egy verseny, és akkor megnézzük, hogy mit tud ez a Verda. Akkor itt is van a verseny, és akkor nézzük, hogy mit tud a Anis Elegy Retro Custom. Hát korábban mentem már itt a GB200-zal, azon egy 43.9-es kör tudtam menni. Hát ezzel majd meglátjuk, hogy mit tudunk. Gyorsaságra egész jó. Szerintem. Úgy végsebességre is elmegy egynek. Kanyarodása is szépen betapad. És elfordulnak kell. Hát szerintem összességében jó autó ez. Jó, mondjuk amennyit rá kell költeni, ahhoz képest legyen is jó. Hát ezzel egy 42-es köridő lett. Összességében ajánlom versenyre, mert jól ment az autó, mint nem volt semmi gond vele. Jó gyorsult, vésebessége is tűrhető volt, kanyarodása is jó volt, tapadt is. Kell lennie több. Ez versenyre ajánlom egyértelműen. Viszont ennyi volna már ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkold, iratkozz fel, vagy kövess a Twitch-en. Facebook oldalon minden ott lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!